Hello zusammen, és sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit itt a csatornán, és eljött a pillanat, a nap, hogy megtankoljuk a lupót. Nem, az annak a napja jött el, hogy indulás kifelé Németországba. Úgyhogy most megtankoltunk, bepakoltunk, kamerás felszerelés, mindent elraktunk, és akkor megyünk kifelé, ti meg jöttök velem, és mindent végigkövettek. Na az a helyzet, hogy most már itt vagyunk az osztrák határnál, pár méter, és már itt az osztrák rádiók is bejönnek, úgyhogy mindjárt átlépünk. Úgyhogy még egy nagy szippantásnyi magyar levegőt tüdőmbe átviszek a határon, aztán így fújom kifele. Közben egyébként a tank mutatója, ugye a videó elején mondtam, hogy teli tankoltuk, a 27-28 literes a tankja ennek a kis lupónak. A mutató most negyed fölött van még bőven, de már, mindjárt megmutatom nektek. Hát a fénytörésben nem úgy látszik, talán így 465 kilométert mentünk el. Most még van egy ilyen, hát 40 kilométernyi útszakasz, ott megállunk majd enni, meg tankolni, és akkor megmutatom nektek, amikor telitankoltuk, hogy mennyi kilométerre, mennyi üzemanyagot fogyasztott el a kis lupónk. De egyébként el, hogy mondjam nektek, hogy ami nagyon furcsa nekem, hogy nem fáj benne a derekam, nem fáj a lábam. Figyeljétek, hogy meg vagyunk pakolva. A cuccaim, autóalkatrész, kamera, laptop, amit akarsz, és figyeljétek a lábamat. Ki van nyújtva. Teljesen nyújtott. Nincs magam aláhúzva, hanem ki van nyújtva. Annyi hely van benne. Úgyhogy kívülről kicsinek tűnik, de borzasztó nagy hely van ebbe a kis lupóba. Úgyhogy hosszú távon is jó, meg rövid távon is jó. Ezzel a kis 1.4-es motorral, meg gyerekek, nagyon jó. Kis 3 hengeres. Ja, és igen, 140-es tempóval megyünk folyamatosan. Meg 130-re, meg ahol van szabályozás, ott mindent betartunk. Mert aki jár ki így külföldre, az tudja, hogy nagyon-nagyon csúnyán megbüntetnek itt az osztrákok, és ugye nem úgy van, hogy egyszer megbüntet, ha van 3 óra, akkor mind a 3-szor átveri a büntetést, úgyhogy mindent betartunk folyamatosan. Németben, ahol lesz hely, ott majd meglökjük neki egy kicsit jobban, de ilyen 130-140-es tempót tartva, gyönyörű szépen, kis fogyasztással, nagyon jó ez a kis lupó. Na, megérkeztünk a KFC benzinkutkombóhoz, Linznél vagyunk, most van pontosan negyeden a tank, és eljöttünk, most már 501 kilométert, mindjárt megmutatom nektek. Ott is látszik 501 kilométer, és negyeden van a tank. És ami nagyon fontos kihangsúlyozni, amit az előbbiekben nem mondtam, hogy nem megtapostuk az üzemanyagnak a tartályát, hanem kattanásig tankoltuk. Úgyhogy majd most mindjárt tankolunk, és megnézzük, hogy ezt az 500 kilométert mennyi liter üzemanyaggal tudtok elérni. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Aztán meg jó, bezabálunk KFC-be, aztán meg fosunk, mint a lakodalmas kutya egész éjszaka. Úgyhogy, de hát ez ilyen, ez hozzá tartozik. Itt a Jetten tankolunk, ugye? Na, itt legalább látjátok, hogy 1.69 a gázolaj, a Super 1.55, a Super Plus 1.63, a napfénytől nem láttatok semmit. Úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy ezt az 501 kilométer, most a 502 kilométert mennyi liter üzemanyaggal tudtuk elérni. Kise kapcsolom, hogy nehogy az legyen, hogy mahinálás van. Várjátok, áthelyezzük a kezeket.
És akkor nekünk majd a jobb oldali kell. Meg nekünk ez kell. Ja igen, Becálin Shop. Megy a finomság. Folyja. És akkor 1.69. Csak a visszatükről itt látszik 1.69. És megnézzük, hogy mennyi liter üzemanyaggal tudtuk a kattanást, megnézzük, hogy mikor kattan ki. Kíváncsi vagyok nagyon, de ez így majd talán jobban látszik. Le se állítom, nehogy az legyen, hogy valami mahinálás van. 22,7. A rossz fényviszonyok miatt elnézést kérek, mert ugye az Osmo Pocket 2-essel készül ez az adás is, és eléggé próbál alkalmazkodni a fényviszonyokhoz, de nem annyira egyszerű neki. Na, kiszámoltuk, hogy nem mondjak oltani egy baromságot, 502 kilométert tettünk meg, belement 22,7 liter üzemanyag, és ezt leosztva 4,48-ra jön ki, de legyen 4,5 liter, 100 kilométerre úgy, hogy bennülünk ketten, és ketten vagyunk ilyen 240 kiló, igen, plusz benn van a főszerelés, megpakolva, és 130-140-essel jöttünk kilométer per órával tartósan. Úgyhogy gyerekek, kényelmes is, a lábnak is van hely, megfelelően dinamikus is az autó, persze nem kell csodát várni tőle, de nagyon jól lehet vele utazni, keveset fogyaszt, meg hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon tetszik ez a lupó, úgyhogy hát ki tudja, mit hoz a jövő. Eladjuk a Golfot, azt veszünk egy lupót, nem csak hülyeskedtem, a Golf az megmarad. Egyébként rengetegen kérdezitek azt is, hogy mi lesz akkor a BMW-vel, már fogom ezt a mikroportot, még sokkal jobb a hang. Mi lesz a BMW-vel, a Golf-val, hogy most akkor eladó lesz, vagy hogy van. Már volt olyan néző, aki hozzátegelt egy ilyen használt autó keresős videó, vagy ilyen poszt alá Facebookon. Bocsánat, csak most jöttünk a KFC-be. Mit tettünk? Mi volt az Texas? Texas Grander menni. Texas Grander boxot, akkor a hamburger, mint a fejem, hozzá 5 hús, krumpli, meg rottyom vagyok, úgyhogy a vér most itt len van a hasamba. Tehát kérdezte, volt olyan, aki hozzátegelt egy posztot Facebookon, hogy valaki keresett eladó épített Golfot, azt hozzátegeltek engem, azt írtam, hogy hát nekem nem eladó a Golf, és rengetegen írtatok, hogy most mi lesz vele, hol van a Golf, meg stb. Nem eladó a Golf, egyáltalán nem eladó. Most, hogy anyagilag újra sinel leszek, meg lelkileg, ami nagyon fontos. Emiatt nagyon gyorsan el fog készülni a blokk, majd arról is mindent meg fog nektek mutatni, az újrafűzést, meg stb. Úgyhogy most elsőnek is, szerintem majd megcsináljuk a blokkot, de majd Sanyival megbeszéljük, hogy ez hogy legyen pontosan. Aztán megnézzük a fényezést, meg az alvázvédelem, meg a stb. A lényeg az, hogy nagyon szépen haladni fog a Golf. Egyébként most otthon van, és a BMW-vel együtt, és nem eladóak az autók, mert hál' Istennek hitel nélkül vannak, és nincs okom eladni őket. Itt van ez a gyönyörű szép osztrák tájkép. Körülbelül 3 kilométer, vagy 4, 3. Aztán jön is a német határ. Na mindjárt itt is van a kis határ, Brannaunál. Itt nem lesz semmi ellenőrzés elvileg, nem mintha volna mit titkolni, csak ugye a nagy határoknál ott állandó átvizsgálások van, nyitogatják az ilyen dobozosokat, meg a kamionokat, meg mindent. Itt meg semmi elvileg, úgyhogy mindjárt megnézzük. Akkor van egy benzinkút, ezt csókolom, semmi más. Piros lámpás ház. Piros lámpás, ja igen, ami itt hivatalosan ezt működik. Ennyi volt a határ. Már csak ajánlják a 130-at. Igen, itt már csak ajánlva van a 130, amúgy mehetsz, amennyibe akarsz. Egyébként ez is egy tévhit, hogy mindenhol annyival mész, amennyibe akarsz, mert itt ugye sokan azt hiszik, hogy fú, Németországban tényleg minden szabályozás nélkül lehet csapatni. Nem, rengeteg út, minek mondják, sebességkorlátozás van, borzasztóan sok. Viszont van egy-két olyan hely, ami fel van szabadítva, és ott ajánlott sebesség van, vagy nincs semmi, aztán ott tényleg, ami a csövön kifér, lehet lükni neki. Csak ugye ott meg megint az a gond, hogy van egy relatíve normálisabb autód, elkezdett tolni neki, de mindig jön vagy egy Porsche, vagy egy Lamborghini, vagy valami tényleg komoly autó, az 250-nél meg levillog, mint a húzat. Mármint, hogy nem te mész 250-nél, hanem ő jön borzasztó gyorsan, vagy RS6, vagy akármi,
és akkor már villog, hogy menjél előle, úgyhogy ahogy tudnál menni, mégse tudsz annyira menni. Itt is például 100-as korlátozás van végig a pályáig, úgyhogy mindenki szépen csorog, aztán mindenki amennyivel gondolja, meg bírja, akkor lehet lopni. Hát ahogy az autója bírja, igen. Az enyémből 180-nál többet nem bírok kicsavarni sajnos. Ebből a kis lupóból, de az is elég szép amúgy kis 1-4 TD-ből. Nagyon jó kis gép ez. Megérkeztünk a csodálatos Németországba, ugye már most azért eljöttünk egy 150 km-t körülbelül, és mint mindig, mutatom nektek, esik a hó, és igazi, gyönyörű, szép, kábriós időjárás van, imádom. Ezért van az egyébként, amit én régen nem tudtam, hogy miért van az, hogy egy picit is jó idő van, akkor az összes szomszéd fogta magát, azt azonnal mentek a Brombákzéhez, vagy valahova. Mert amikor jó idő van, azonnal ki kell használni, mert nem úgy van, mint nálunk, hogy na, 2 hétig 40 fok, akkor tök mindegy, gyerünk a Balatonra, vagy valamelyik horgásztóhoz, vagy tök mindegy mi, hanem itt menni kell. Ez nálunk is így van, vagy így volt, mikor kinn éltem. Kábrióztunk, ha jó idő volt, ha rossz, főhúztam, volt olyan egy nap, kétszer volt hóesés, utána meg napsütés. Mondjuk én plusz 5 fokig én még lehajtottam a tetőt, úgyhogy, ja, ez ilyen, úgyhogy itt van ez a gyönyörű szép időjárás. Ebbe megyünk bele gyönyörűen. Lejtett a kesztyűjét. Tényleg. Na, hát itt előttünk egy olyan ittas, berúgott emberke tankot, ez valami borzasztó. Ez is ilyen önkielégítős téma, mint a Kecskemét Jósannál. Pont az előző tankot látszik is, hogy mennyi. Nem sokáig, nem most már nekünk lenulla az, vagy mégsem. Mindjárt megnézzük, hogy mennyire kattan le. Ugye egyszer tankoltunk 22,7-ért, meg 18,1. Na, megérkeztünk, itt vagyok a szálláson. Úgy gondoltam, hogy átváltok az Osmo Pocket 2-esről a normális Alpha 6400-as kamerára, mert borzasztóan rossz minőségben rögzít az a kis Osmo sötétben nappal. Nem olyan rossz, viszont ilyen éjszakai körülmények között borzasztóan rossz, kritikán aluli. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy átváltok erre a sokkal jobb minőségű gépre, meg lencsére. Úgyhogy az út az nagyon jó volt, összességében kiszámoltuk, hogy 41 liter gázolaj fogyott el a kifele úton, úgyhogy 960 km tettünk meg, az 4,27 liter, legyen 4,3 liter gázolaj per 100 km-enként, ketten ültünk benne megpakolva, úgyhogy nagyon jól fogyasztott az autó. Most úgy szépen berendezkedek, eszünk pár falatot, pihenek, és felkészülök a hónapi napra, mert beszélni fogok egy munkaközvetítő céggel, be kell mennem a bankba banki papírokért, ja, nem is kell bemenni, mert az megjött. Ja, igen, azért nem kell bemennem. Hát úgy kezdem újra felvenni ezt a német életstílus ritmust. Úgyhogy ja, hamarosan jövök a következő videóval, és érdemes lesz figyelni nagyon ezt a német élet sorozatot itt fönt a YouTube csatornámon, mivel mindenbe betekintést fogtok látni. A munkáimba, a lakásba, a fizetésemet megmutatom nektek, tehát mindent látni fogtok. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Úgyhogy remélem, hogy tetszett a videó, és ha van valami kérdés, véleményetek, azt nyugodtan tegyétek le lent a komment szekcióba, vagy akár kérdést is írhatok, hogyha van valami olyan dolog, amire rá akartok itt kérdezni Németországgal kapcsolatban, vagy akarok olyan videót is csinálni, hogy milyen érdekességek vannak itt, mint a visszaváltható üveg, meg stb. Aztán jövök hamarosan a következő videóval, vagy kontenttel, úgyhogy kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőtt, délutánt, hét elejét, hétvégét. Attól függ, hogy ki, mikor néz ezt a videót. Sziasztok!